Egyedülálló történetek, amelyek köztünk élő emberekről szólnak. Kivételes történetek a reményről, a bukásról, a sikerről, a szenvedélyről és a szenvedésről. Hétköznapi hősök, nem éppen hétköznapi meséi arról, ami bármelyikünkkel megeshet. Friderikus Sándor. Az Én mozim folytatódik. A ma esti műsorban egyetlen hosszú mesét látnak, hallanak. Egy középkorú férfi eladósodásának szövevényes történetét meséli el. Hagytam magam sodorni az eseményeken. A férfit mindig a kilábalás reménye sodorta a következő kölcsönkérés felé. Bármely lépcsőfoknál egyszerűbb lett volna megállni, mint most. Néhány év alatt a kezdeti pár ezer forintos kölcsön sokszorosára duzzadt. Ma összesen tartozom kamatokkal együtt itt Magyarországon 6 millió forinttal, plusz az erdőbe a szülőknek. A férfi végül is önmagát jelentette fel a rendőrségen. Nyilvánszor megfordult már fejembe az öngyilkosság, gondoltam, meg is próbálom. Tehát a mai adás a kilátástalanságról, de a reményről is szól. Tisztelt nyomozó úr! Egy szörnyű és tragikus bűncselekmény sorozat igaz történetét szeretném önnek elmondani. Tisztában vagyok vele, hogy az itt leírtak minden sora felhasználható ellenem, de ez most már nem számít. Azt is kijelentem, hogy senki nem kényszerített vallomást tételre, szabad akaratomból önként döntöttem így. Nem tudom, mennyire feladata egy bűncselekmény hátterének a felkutatása, magyarázatának keresése, ezért talán sok fölösleges dolgot is leírok. Nem mentségeket akarok keresni, talán nincsenek is ilyenek. Ahhoz, hogy minden érthető legyen, muszáj egy kicsit visszamennünk az időben. 1961-ben születtem, papírforma szerint teljesen normális szülőktől. Sajnos csak papírforma szerint. Hiába voltak mindketten értelmes emberek, szörnyen alakult a sorsuk. Már legelső emlékeim is verekedéssé fajuló italozásos veszekedésekről szólnak. Mindig nagyon érzékeny voltam. Emlékszem, amint sírva könyörgök apámnak, ne bánts anyut. Nélkülözéssel, egyik helyről a másikra költözéssel telt az egész gyermekkorunk. Amikor nagyobb lettem, rettentően kezdtem szégyelni a szüleimet. Az iskolában hazudtam a többieknek, hogy milyen jó nekünk, mindenünk megvan, a szüleim rendesek. Azt akartam, sose derüljön ki valójában milyenek. Ahogy nőttem, megfogadtam, bármi történjék is, soha nem leszek olyan, mint ők. Jól tanultam, leérettségiztem, majd 1980-ban, akkor ez elég jelentős siker volt, felvettek a moszkvai határőrparancsnoki főiskolára. Nem oda készültem, diplomata akartam lenni, de nem volt hozzá megyei pártitkári protekció. És az az igazság, nem is voltam katonának való. Simán bekerülhettem volna egy magyar egyetemre, és ma valószínűleg örömmel élnék egy kispolgári életet, egyszerre szürkén és boldogan, miként annyian mások. Tulajdonképpen nem volt több vágyam soha. A szüleim persze nem támogattak, sőt, ha fél évente hazajöttem Moszkvából, a szabadságra kapott pénzt is elkérték. Ugyanakkor én voltam az évfolyamon az egyetlen, aki minden vizsgáját ötösre tette le, ezért aranyelvényes vörös diplomát kaptam volna. De nem kaptam, mert időközben hazajöttem. Ötödéves koromban megismerkedtem az első feleségemmel, és feladtam mindent érte. Nem mértem fel a következményeket, ott hagytam csapott papot, és titokban leléptem. Ez már önmagában bűncselekmény volt. Lett is belőle nagy cirkusz. Végül is ott álltam 24 évesen üres zsebbel, egy szálnadrágban, de nem ez volt a fontos, csak az, hogy mielőbb boldog legyek. Szeged mellett egy kis falucskában. Ott kaptam állást, művelődési házigazgató lettem. A feleségem zenetanár volt, őszintén ott tanított a helybéli iskolában. Ez volt az első munkahelyem. Jó kapcsolat volt, tehát ez úgy folytatódott, ahogy kezdődött? Igen. Nézze, nyilvánvalóan szerettük egymást, ezt nem tudom. Bármennyire is talán az utóbbi
Az utóbbi időben elgondolkodtam dolgokon az egész életemen, bármennyire is tűnik úgy, hogy nem volt az igazi, de nyilvánvalóan jól éreztük magunkat, és szerettük egymást. De, és itt megint jövök én, aki a döntő pillanatokban mindig hibáz. Itt sem tudtam megállni, hogy ne kövessek el egy hatalmas nagy szarvas hibát. Azaz? Azaz, 85 szilveszterére vásároltam egy autót. Na ez nagyon, ezt tudni kell, hogy nem voltunk valami fényes anyagi körülmények között. Az első feleségem szülei segítettek a beindulásban, meg OTP hitelekből vásároltuk meg a szolgálati lakás berendezéseit. Tehát nem nagyon lett volna miből. Én vettem egy öreg, lepusztult roncs Skoda 100-ast. Boldog voltam, életem első autója, de nem ez volt a lényeg. Még jobban örült a feleségem és az anyósom is. Ez volt az első autó a családban. Annyira laikusok voltunk mindenhozzá, hogy fogalmuk nem volt, hogy 70 ezer forint lesz a végösszeg, mire ebből autó lesz. Hát gyakorlatilag többbe került a fölpofozása, mint amennyire vette? Hát jóval, és még az akkori árakon talán egy új Skodát lehetett volna ezért a pénzért kapni. Szóval nagyon rossz üzletet csináltam, és ahogy megoldottam a problémát, az még rosszabb volt. Kölcsönt vettem föl, a végén nem nagy összegek ezek mai szemmel, talán 11 ezer forintos dolgokról van szó. De hát ez abban az időben azért jóval nagyobb pénz. Igen, van. Igen. Akkor végül is egy fizetés 5 ezer forint volt az enyém. Ahhoz képest azért ezek nagy összegek persze. Tehát elúsztam vele, sikerült ez is. És egy év alatt ez olyan akadálynak tűnt ez a pár tízezer forintos adósság, hogy nem láttam más kiutat, mint hogy elmegyek és olyan munkahelyet keresek, ahol én ezt le tudom dolgozni. Kezdett a viszonyunk megromlani. A feleségem szülei ezt nem nézték jó szemmel már, hogy ilyen hiteleket vettem föl. Azon kívül már az sem tetszett nekik, hogy nem vagyok az a szép reményű belügyes, aki annak idején a lányukat el akarta venni. Szóval lejjebb csúsztam. És amikor ott hagytam a művődéshez igazgatói állást, és elmentem a Mecseki Jezbányászit vállalathoz, az Uránbányába. Mint Uránbányász? Igen. Föld alá mentem dolgozni. Csillésként dolgoztam, később meg mozdonyvezetőként. Hát kétszer annyi fizetést adtak, vagy talán háromszor annyit, mint amit művődéshez igazgatóként kerestem. És ebből visszafizettem a hiteleket. De a legfontosabb, amit oda mentem Pécsre, hogy lakást ígértek nekünk. Ez már 86 vége, 87 eleje volt. Érződött valami, hogy változni fog ez az ország. Nem lehetett még így tudni, de a gazdaság kezdett összedőlni. És az uránbányászat sem volt már az a világi ágazat, ami azelőtt néhány éve, hogy osztogatták a lakást és a pénzt, csak oda menjen valaki dolgozni. Nem adtak lakást, így telt el egy év, albérletbe laktunk egyre nehezebb körülmények között. Amire többet kerestem, az elment az albérletre. Ekkor a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy ebben az országban oda fogunk menni lakni, ahol nekünk lakást adnak. Ő zenetanár volt, én gyakorlatilag szakképesítés nélkül álltam, az egyszemély érettségi bizonyítványommal. A belügyminisztériumtól kaptam egy igazolást, hogy én ettől és eddig hivatásos állományban voltam náluk, de sem arról, hogy mit csináltam, sem arról, hogy hol voltam, arról nem volt semmi papírom. Ebből a házasságból gyerek született? 86-ban született az első fiunk. 87-nél tartottam, tehát kinyitottuk a növödési közlönyt, és azt mondtuk, hogy oda megyünk lakni, ahol egy zenetanári állás mellé lakást adnak. És találtunk egy ilyen helyet. Ez Mór, egy dunántúli kisváros, a Boráról nevezetes. És oda mentünk. Kaptunk egy... Először albérletbe mentünk, fél évből kaptunk egy szolgálati lakást. Tanácsi lakást ígértek, ebből sem lett semmi. A helyzet változatlan volt. Én Gyedre mentem. Jó, hogy ön ment el a gyerekkel? Gyedre mentem. Gyedre? Igen, akkor már volt. Én eladtam otthon a fiunkkal. Feleségem elment dolgozni. Az én gyedem kétszer annyi volt körülbelül, mint az ő fizetése. Ennek egy ilyen praktikus oka volt. És plusz nekem nem volt szakképesítésem, csak az érettségem. Amíg állást találok, így volt a célszerű. De nem volt rossz, mert talánylag elég házias vagyok, és sikerült ezzel megbírkozzak. Kellett valami szakma után nézzek.
vonzott a vezetés valamilyen szinten, elhatároztam, hogy bevizsgázok autóbuszból. És egyedül a budapesti közlekedési vállalatnak volt ekkor arra le felhatalmazása, hogy B kategóriából közvetlenül átképezzen valakit autóbuszvezetővé. Fel kellett jöjjek Budapestre, 88-ban elvégeztem az autóbuszvezetői tanfolyamot, és egy évet dolgoztam a BKV-nál. Az itt töltött egy év alatt, 88-89 fordulóján kicsit megromlott a kapcsolatunk, sokat voltam távol a munkám miatt a feleségemtől. És meg volt egy másikok is. A feleségemen előjött egy családi terheltségből adódó sajnálatos betegség. Skizofréniának valamelyik párfaja, nem tudom pontosan. Szóval egyre romlott a kapcsolatunk, és a válás felé tendált minden. De közben megszületett a második gyermekünk is. Mire megkaptuk a tanácsi lakást, válás felé haladtunk. Elköltözött a szüleihez, a két gyermeket elvitte, folyt a válóper. 90 őszén mondták ki a válást. A válás az körülbelül, talán annyit mondanék erről, hogy én ott maradtam, közös megegyezéssel váltunk el, én mindenről lemondtam. A lakás az övé lett, a berendezési tárgyakért, illetve néhány személyes használati dolgaimat, könyveimet hoztam el, a berendezési tárgyaikért összesen 20 ezer forint megváltást kaptam, vagyis kértem. Tehát eljöttem, én nem akartam ebből évekig tartó pereskedést. Nem is volt olyan vagyonunk, ami érdemes lett volna. Meg a gyermekeim lett tulajdonképpen a feleségemen keresztül. Most tőlük hozzak el egy szekrényt, egy fotelt, ennek semmi értelme nem lett volna, rajtam nem segített. Albérletbe kellett menjek, 40% gyermektartás, a fizetésem az kb. 10 ezer forint volt. Ebből vegye el a 4 ezeret. Akkor rendesen padlót fogod. Szóval 5-6 ezer forint körül maradt, amivel én élhettem. Ebből kellett fönntartsam magam, lakást, ruházkodjak, ezt nem részletezem. 90 őszén jött egy fordulat, amikor mindezek ellenére, hogy ilyen egzisztenciális körülmények között voltam, talán életem legszebb 3 éve vette kezdetét, amely sajnos egyben legtragikusabb is lett. Megismerkedtem Katival, Katimmal, a világ legigazabb, legtisztább lelkű tündérével, aki erdélyi ösztöndíjasként akkor kezdte magyarországi tanulmányait. Október elején, az egyik hétvégén a pesti járatra vezényeltek. Ekkor esett be az életembe Kati. Szó szerint beesett, megbotlott ugyanis az autóbusz lépcsőjében. Azt hiszem, az első pillanatban elfogott valami hihetetlen meleg, felemelő érzés. Itt csak a nagy ő toppanhat be. Randevút kértem tőle, és nagyon rövid idő múlva, még soha nem érzett, igazi szerelemmel szerette. Ettől kezdve csak ő számított. Mindent megkaptam tőle, amit azelőtt soha senkitől. Szeretetet, megértést, gyöngétséget, igaz, tiszta lelket. Megbolondultam. Tudom, ezt soha senki nem fogja megérteni, aki normálisan gondolkodik. Tisztában voltam a helyzetemmel, hogy soha nem tudok majd neki olyan életet biztosítani, amilyet szeretnék, amilyet érdemel. Nem mertem megmondani, milyen katasztrofális viszonyok között élek, féltem elhagy. Hiba volt. Igazából persze csak nagyon keveset akartam nyújtani. Csak néha moziba vinni, táncolni, vacsorázni, néha egy szál virág, egy kis ajándék. Magamat emésztettem, pokolian szenvedtem, de Kati erről semmit sem tudott. Örültem, hogy mosolyog, hogy boldog, és engem is elragadott ez az érzés. Nem láttam reális jövőt, csak a csodában bíztam, vagy valami megfoghatatlan természet feletti erőben, ami nem hagyja, hogy mindez semmivé legyen. Az első komolyabb hitelt, azt 90 komolyabbat, szóval 25 ezer forint volt, ha jól emlékszem, de nekem ez komoly volt. Akkor vettem föl a Móli Takarékszövetkezettől, amikor elhatároztuk, hogy én kimegyek hozzá szilveszterkor Erdélybe. A Katihoz. Igen, a Katihoz. És együtt töltjük az ünnepeket. Fölvettem
nagyon nehezen tudtam törleszgetni. Egyre inkább már rá voltam utalva a barátaim segítségére, szóval ilyen egyik helyről kért 2000 forintból adtam meg a másikat, ez egy ilyen ördögi kör volt már ekkor, csak még nagyon kicsiben. Folyamatosan gondolkodtam, hogyan lehetne ebből kitörni. 91-ben jött egy lehetőség. A tavasszal néhány barátomnak megemlítettem, hogy a nyáron én szerveznék egy nyugat-európai körutat. Elmondtam, hogy miről van szó, körbejárnánk Franciaországot, Németországot, Francia Rivérát, Olaszországot, és ez sátorral nagyon olcsón, az akkori utazási irodák árahoz képest olcsón, és nagyon tartalmas programmal. Én ezt kidolgoztam, meghirdettem ezt a programot. Úgy számoltam, hogy 30 fizető utasnál én körülbelül egy 70-80, esetleg 100.000 forintnyi hasznot könyvelhetek el, munkadíjat. Ez az akkori viszonyok között teljesen tisztességes volt, szóval nem lett volna ez becsapása senkinek sem. Tudom, egy napi díjat 50 márkával kell számolni, hát 2 hét napi díj az önmagában már elég szép összeg. Nagyon-nagyon jól alakultak a dolgok. Július végét indult az út, előtte pár nappal még közel 30, azt hiszem 29 emberem volt, aki jött, jelezte, hogy jön. Be is fizettek előleget. Na most talán egy héttel, illetve közvetlen az első napok, az indulás előtti napokban visszamondták néhányan. Egy öttagú társaság közvetlen hozzátartozójuk halála miatt. Abszolút balszerencse volt itt. 19-en indultunk el végül. Felelőtlenül indultam el, mert a számítások alapján tudtam, hogy ebből a pénzből nem fogom tudni kihozni. 150.000 forint hiányzott. Fölvettem egy hitelt a Móri Takarékszövetkezettől. Kezesek kellettek hozzá. Ismert mindenki, tudták a barátaim, hogy milyen anyai körülmények között vagyok. Érdeklődtek, hogy mire kell nekem ez a pénz. Fogalmam nem volt, hogy mit mondjak. Az egyik megjegyezte, hogy biztos valami üzletre találtál Romániában. Tudták már, hogy van egy barátnőm, aki lassan mennyasszonyom lesz, és én jártam oda többször. És én ezt rájuk hagytam ezt a dolgot. Igen, egy üzlet. Nagyon megfigyelhető ez a későbbiekben is, hogy valami szituáció adódik, amit én nem találtam ki semmit előre. Ezt visszamenőleg teljesen be lehet bizonyítani. Semmit nem terveztem meg előre. Jöttek a dolgok, én valamihez alkalmazkodtam, valamit elsodródtam, hagytam magam sodorni az eseményekkel. Most például rögtön belementem ebbe a hazugságba, hogy üzlet. Hát végül is üzlet volt, csak nagyon rossz üzlet, ez a nyugat-európai körút. Mennyit bukott ezen? Hát ez az összeg, ez mindenképpen, amit hitelt vettem föl, 190.000 forint hitelt adott a Takarékszövetkezet. Ebből nem maradt talán 20.000 forint, ami a saját célokra ment el az út folyamán. Jött velem a Kati, és ezt ráköltöttem, magunkra költöttem, de főként rá. Én igyekeztem neki mindent megadni, ami tőlem telik. Nagyon jó érzés volt látni, hogy boldog. És az a boldogság, tudva a saját problémáimat, úgy rám ragadt, mintha én is boldog lennék. Ilyen látszott boldogság volt ez. Elérkezett a fizetési határidő, nem tudtam fizetni, jöttek a felszólítások. Ez már 91. decemberre volt, ha jól emlékszem. És ott álltam, hogy most valami nagy tragédia történik. És az élet, a véletlen megint kezembe adott valamit, amit én kihasználtam. Van a Katinak egy Svédországban élő nagybátyja, aki Mór mellett vásárolt azelőtt pár évvel egy parasztházat, amit akkor adott el abban az évben. És hát én már a családhoz tartoztam, és 1 millió forintért adta el. Ezt a pénzt ő át akarta váltani valutára, hogy kiviszi magával Svédországba.
Ez akkori árfolyama 20 ezer márka volt. Én vállaltam az átváltást. Tehát készhez kapta az 1 millió forintot. Igen. Na most úgy gondoltam, túl kézenfekvő lenne itt most bármit bizonygatni. Nem akarok semmit. Én úgy gondoltam, hogy ebből a pénzből visszafizetem az időközben fölgyűlt adósságomat, a takarékszövetkezetet, meg azon kívül is volt még, tehát összesen talán már 400 ezer forint körül tartottam, vagy még többnél. És a többiből, mivel néhány hónapra idatta nekem a nagybácsi ezt a pénzt, a többiből én megpróbálok valamit keresni, valami olyan vállalkozást vagy befektetést, amiből visszatudom ezt az összeget hozni, és senki soha nem fog erről megtudni semmit, egyenesbe jövünk, és jó lesz, végre jó lesz. Bocsásson meg, de azért az ember eszébe jut különösen az előzmények után, hogy amikor például átvette ezt a pénzt, ezt az 1 millió forintot, nem félt önmagától? Hiszen azért már a korábbi időszakokban bizonyította ennek az ellenkezőjét, hogy nem képes megfogni a pénzt. Igen, nagyon féltem. Valóban úgy tudnám ezt az egész folyamatot jellemezni, mintha két ember élt volna bennem. Az egyik, aki tisztában volt mindennel, aki tudta, hogy ez rossz, hogy ezt nem szabad. És ez az ember, ez önzetlen is volt, ez szeretett, ez boldogságot akart, ez jót akart. És volt egy másik, aki elnyomott mindent, és tulajdonképpen hazudott. Nem önmagáért, de akkora volt benne talán az önzés is, és az a vágy, hogy ne derüljön ki soha róla, hogy ő egyszer nem mondott igazat, hogy inkább képes volt tovább menni ezen a helytelen úton, mint sem, hogy szembenézzen a tényekkel. Mert majd ki fog derülni, hogy bármely lépcsőfoknál egyszerűbb lett volna megállni, mint most, és szembenézni akár ugyanilyen módszerrel, akár másként a problémákkal. De én nem néztem szembe. Na, végül is akkor mi lett ennek az 1 millió forintnak a sorsa? Kifizettem az adósságomat, és maradt még pénz, tehát egy 1 millió forint körül pénz maradt. Én ebből magamhoz vettem 300 ezeret, vagy 300, valamivel 300 fölött, és ezért eljöttem a keleti pályaudvarhoz, hogy vásárolok valutát. Tehát ezt be akartam váltani? Igen, be akartam váltani. Volt egy ismerősöm, egy barátom, aki tőzsdei manipulációkkal foglalkozott. Gondoltam, tanácsot kérek tőle, átadom esetleg neki ezt a 1000 márkát. Forgassa meg, látványos sikereket ért el, szépen keresett rajta. Nem tudtam, hogy mit kellene kezdjek vele. Ez volt az egyetlen ötletem. Eljöttem, és a keleti pályaudvar egyik valutázó arabja, de azt hiszem, ő inkább nem is arab volt. Bár legyen arab, talán nincs jelentősége. Leszámolta nekem a 6000 márkát a kezembe. Aztán valamilyen indokkal visszakérte. Én átadtam a 300 ezer forintot. Ez egy kocsiban történt, ott a keleti pályaudvar parkolójában. Visszakérte tőlem valamilyen indokkal, hogy valamit elszámolt, és én átadta abszolút gyanútlanul. Aztán ő egy összefogott pénzköteget adott át nekem, ugyanúgy százas volt kívül, százasoknak látszott, ahogy én megszámoltam. Nem tűnt fel semmi. Kiszálltam a kocsiból, és amikor arrébb mentem, távolabb, akkor nyitottam szét, és a közepében fénymásolt pénzek voltak. Ezen mennyit vesztett? Gyakorlatilag az egészet. És mit mondott a nagybácsinak? Akinek meg kellett volna adni, hogy az 1 millió forint márkát. Ezt az érzést nem tudom elmondani, ami akkor kerített hatalmába valójában. Én titokban összeomlottam, bőgtem, amikor nem látta senki. És még mindig nem tudott erről a feleségem, illetve akkor még mennyasszonyom. Senki nem tudott róla, magamba tartottam. Fogalmam nem volt, hogy mi lesz. A nagybácsi, ez január elején történt, 92-ben, ha jól emlékszem. A nagybácsi legközelebb tavasszal jött. Akkor kellett volna neki a pénz. Most megérkezett, és valahogy úgy alakult a dolog, hogy ő azt mondta,
hogy neki nincs erre szüksége erre a pénzre, hanem ha esetleg valami jó befektetést tudunk, akkor itt hagyja még. De a kamatokat időről időre azért adjuk, vagy adjam oda neki. Hát én ezt kihasználtam, ezt az alkalmat, hogy még mindig ne kelljen megmondjam, hogy mi van. Tényleg azért az érdekes, hogy miközben ugye egy csomó alkalommal, tehát az esetek többségében valami szerencsétlenség történik önnel, mindig azért a sors némiképpen kegyes önhöz. Tehát amikor ott áll a határán annak, hogy be kell vallani, hogy elverte, elköltötte, nem tudja megadni, stb., mindig jön egy mentő körülmény, ugye? Most például az, hogy a nagybácsi azt mondta, hogy nem szükséges a pénz, fektesse be, aztán legfeljebb a kamatokat küldje el. Nagyon buta mentő körülmények ezek. Bár ne lettek volna. De valóban a tárcán kínálta az élet mindig azt a pillanatot, hogy amiben belekapaszkodhat az én felelőtlenségem és az én helytelen meglátásom. Mert én ezekbe kapaszkodtam bele, hogy ne kelljen megmondjam. Leginkább egy dolog volt, ami visszatartott, és ez a Kati, hogy ő ezt soha nem szabad megtudja, hogy én mit csináltam a háttérben, vagy mi történt. Az esküvőt nyára tűztük ki Katimmal. Jó leső érzés volt látni boldog, önfeled készülődését élete nagy eseményére. Ha valaki akkor megpróbált volna engem előtte befeketíteni, tudom, a szemét kaparta volna ki. Rajongásig szerettük egymást, tudja, tisztelt nyomozó úr. Persze nem volt valami nagy lakodalom, 70-80-an lehettünk. Elragadó volt kicsi Katin mennyasszonyi ruhában. Fiatalsága, kedvessége, szépsége teljes erejében pompázott. Soha nem fogom elfelejteni. Istenem, hát miféle lehetetlen anomália ez? Gyermekkorom óta keresem, hajszolom a nyugalmat, a boldogságot, a kiegyensúlyozottságot, a szeretetet, és mégis minden cselekedetemmel egyre nagyobb falat húzok magam elé. Sorsokat, életeket kockára téve, becsületes, tiszta emberek sok év alatt összegyűjtött vagyonát teszem tönkre. Miért és hogyan? Az esküvő után a román tengerpartra utaztunk Nászútra. Objektív okok miatt nem sikerült valami fényesre. Megismerkedtem Erdélyben két hozzám hasonló fiatal emberrel, akik ők egy céget alapítottak, volt egy kis üzletük, és terveik voltak a jövőre nézve, hogy kiszélesítik ezt. Na én meghatároztuk, hogy hárman fogunk alapítani egy KFT-t, amelyben külkereskedelemmel foglalkozunk majd. Nyitunk egy borozót, egy vegyes üzletet, és szép jövedelemre lehet szert tenni. Mindezt ott Erdélyben? Igen, Erdélyben. Valóban volt ebben valami, és nagyon-nagyon reálisnak tűnt a dolog. Később nem lett belőle semmi, ez is az én hibám volt. Közeledett az az időpont, 92 ősze, amikor vissza kellett adjam azt a hitelt, amit nyáron itt kértem az esküvőre, a nagybácsi kamataira. Ez 500 000 forint volt, és nem volt honnan fizessek. Kölcsön kértem az erdélyi barátaimtól. Ezektől, akikkel a céget alapítottam. Igen, a céget alapítottam. Ezt hoztam el, ebből adtam meg itt a előző kölcsöneimet. A látszat továbbra is az volt, mintha én a befektetésből hoztam volna a pénzt. Kamatostól meg tudtam adni. Közben azt a pénzt, amit a barátaimtól kölcsön kértem Erdélyben, azt ők is kölcsönt kérték, iszonyatos kamatra. De valami olyat képzeljen el, hogy havi 3000 márka kamat. Csak a kamat? Csak a kamat, igen. Miért ajánlott mindig ilyen nagy kamatokat? Ezt nem én ajánlottam. Ez ott vannak valutázó cigányok, ezzel foglalkoznak. Tőlük kérték kölcsön a barátaim, ott ez a piaci kamat, a fekete piacon a hitelnek ez a kamata. 10 000 márka után 3 000 márka havi kamat. Nagyon gyorsan elértünk 21 000 márka kamatra pár hónap alatt.
illetve tőkére földúzzat minden, és tőkésítették az előző havi kamatot is. Tehát pillanatok alatt lett 1 millió forint. Pillanatok alatt földúzzat. Adóssága. Pillanatok alatt földúzzat. A dolog egyre inkább kezdett kezelhetetlenné válni, közben jött újra a nagybácsi, neki újra kölcsön kellett itt Magyarországon kérjek. Nem tudom ezt már valójában így követni sem, de a fő állomás, a következő a feleségem szülei voltak. Ez az egészben a legeslegszörnyűbb. Aranyszívű jó székely emberek. Elég annyit mondok, aki ismeri a székelyeket, többet nem kell mondjak. Végtelenül becsületesek, egyszerű, dolgos emberek, akik abban a hiszemben, mert én azt mondtam nekik, hogy adósságom van, de be van fektetve, és reményem van, hogy én ezt majd vissza fogom valamikor fizetni. Ők kifizették helyettem az összes adósságot, ami ott Erdélyben volt akkora. Úgy még hozzá, hogy jelzálog hitelt vettek föl a házukra, vagyonukra. Na, ezt már nem tudom, hogy hogy csináltam. Már épp észre visszagondolni se lehet rá. Kifizették, és ettől kezdve rajtuk van, az ő vállukon van az összes teher. Azt, ez mind a mai napig. Tudja, vagy emlékszik rá, hogy mennyi volt ez a pénz? Ez 20 millió lej. Na most ez mindig a pillanatnyi árfolyamtól függ. Ma ez körülbelül 1 millió 300-400 ezer forint mai árfolyamon. Soha senki nem gyanakodott magára? Tehát sem a szülők, sem Kati, sem az a környezet, az a mikrokörnyezet, amely körülvette? Nem, mert amíg tudtam teljesíteni a fizetéseket, és ez még tavaly ment, tudtam mindig egyik hitelből a másikat adni, addig senkit nem bánt, senkinek nem tűnt fel, meg annyira elképzelhetetlen volt ez rólam szerintem. Senki nem tudta ezt elképzelni. Közben magánéletük hogyan alakult második feleségével? Nagyon szépen éltünk. Ő semmiről nem tudott. Abszolút mindent. Éltünk egy hétköznapi életet, szóval nem volt, még egyszer elmondom, nem volt fényűzés semmi az életünkben. Albérletben laktunk, 93 nyarán kaptam egy lehetőséget, hogy vásárolhatok a móri orosz lakások közül, volt ott egy orosz laktanya, egyet. Úgy nézett, hogy lakásunk is lesz. Nagyon szépen éltünk, terveztük a jövőt. Ő boldog volt. Én ilyen kettős életet éltem. Amikor ott volt, hogy boldog voltam, én is egy látszatra külsőre, bár egyre inkább nehezebb volt ezt már tartani. És amikor nem volt ott, akkor pedig tépelődtem, hogy mit lehetne még csinálni, mert próbáltam azért folyamatosan keresni valami olyan lehetőséget, gőzöm nem volt, hogy mit, fogalmam nem volt, hogy mit, amivel ezt még mindig helyre lehet hozni. Bíztam Totóban, Lottóban is ilyen nevetséges dolgokban. Ezzel is próbálkozott Totóval, Lottóval? Igen. Sőt, kaszinóban is jártam, miután megnyílt a székesfehérvári kaszinó, nagyon sokat voltam ott. Bocsánat, de például Katiban, tehát második feleségében, milyen látszatot keltett, hogy honnan szerzi a pénzt? Nekem soha nem volt vastagon kitömött pénztárcám. Én a pénz addig volt nálam, még egyik pillanatról, egyik hitelezőmnek megadtam a másik. Uh-huh. Egyik hitelezőmtől fölvettem, a másiknak megadtam. Nem vásárolgattam olyan dolgokat, amihez szemet szúrt volna. Csak a hétköznapi berendezési tárgyaink voltak. Talán feleségemre töltöttem egy kicsivel többet. A feleségem azt mondta, hogy ő látja bennem azt a lehetőséget, hogy én el tudok még most 31-32 évesen, 3 évesen is kezdeni egy egyetemet, és el tudok végezni. Erősített ebben a hitben. Én már gyakorlatilag néhány éve lemondtam erről, mondottam, kiöregettem a iskolapadból. Ezért olyan mindegy alapon, sok remény nem fűztem hozzá. Tavaly elmentem felvételizni az 5-ös Loránd Tudományi Egyetemre. A legegy kézenfekvőnek az orosz szak tűnt, még hajdani orosz tanulmány, orosz nyelvismeretem, meg bizonyos tanulmányaimra alapozva. Én nem készültem a felvételre, elmentem, és fölvettek.
normális körülmények között talán szép sikereim lennének. Régi vágyaim beteljesülnének, ha a sors kegyetlen fintoraként nem a szakadék legmélyén találom magam. Mindegy volt már. Persze még mindig azt akartam, hogy Katim ne vegyen észre semmit, hogy ő legalább boldog legyen. Tudom, ha bármit is sejt, nem fogadott volna el semmit. De ő hitt, bízott bennem, és én miközben neki akartam megfelelni, őt is becsaptam. Hát milyen ember az ilyen, kérdezem tisztelettel nyomozó úr. De válasz nincs erre, pontosabban a választ én tudom a legjobban. A holland biztosítótól felkeresett a National Nederlandtól, felkeresett egy ügynök, életbiztosítást kötött velem. Néhányszor megfordult már fejembe az öngyilkosság, gondoltam, meg is próbálom, kötök egy életbiztosítást, legalább, ha velem valami történik, legalább a család visszakapja a pénzét. Eddig erről nem mesélt, tehát a tépelődései közben azért jutott ilyen gondolatra? Nagyon sokszor, egyre inkább, hogy telt az idő tavaly, 93 ősszel már különösen, nem kezdett az egész beszűkülni. Egyre reménytelenebb lett, és gondoltam, hogy majd, mivel öngyilkosságért nem fizet a biztosító, majd valami közlekedési balesetnek átszázom a dolgot. Megpróbálom. Hát szóval tartunk, hogy a biztosító ügynökével megismerkedett. Igen, és ő beszélt róla, hogy ez a céged egy nagyon jó fizető ügynöki munka, igaz, próbáljon meg, gyakorlatilag a csillagosség a határ, annyit lehet keresni. Én tavaly ősszel is mentem dolgozni ügynökként, de ez is késő volt. Nem ment olyan jól. Meg nem is tudtam odafigyelni, egyre inkább elfoglalt már az anyagi csőd. De, és itt jön még egy másfél, két milliónyi összeg, amivel még megfejelem majd az egészet, ez mind tavaly ősszel kezdődött. Úgy történt, hogy jártam a tatabányai autópiacon több alkalommal, el akartam adni a zsigulit, még megvolt az oroszoknak, a ukránoknak. Ők a magyar piaci ár fölött vették meg. És ott összetalálkoztam egy 80-as évek elejéről egy régi ismerősömmel. Abszolút véletlen. Szóval én csak láttam, hogy valahonnan ismerem az illetőt. Orosz ismerős. Igen, és ő jött oda hozzám, igen. Olegnek hívják az illetőt. Annak idején Moszkvában találkoztam, többször jártam náluk. Sefteltő és farmerekkel, akkor ez volt a menő ott. Megismert. Szóval most éppen autókkal seftelt ebben a pillanatban, és Magyarországon vásárolt fel kocsikat és vitte haza. Azt mondta, hogy ez november elején volt, vagy októberben, pontosan nem tudom, de valahogy kora össze, vagy ha tudok szerezni befektetendő tőkét. Mennyit? Először 1 millió forintról volt szó, durván egy 20 ezer márkány összegről inkább. Akkor ő ezt néhány hónap alatt megforgatja nekem. Na, néhány hónap mennyi? Mit kapott volna érte? 4,5 millió forintról beszélt nekem, tehát meg háromszorozza, meg négyszerezi ezt az összeget. Gyakorlatilag ez nekem az akkori tartozásom mat szinte fedezte volna. Én elővettem a régi mesét, és jött az élet megint, a segítség. Mentem, de kitől tudott megint 1 milliót kérni? Mentem üzleteket kötni a biztosító nevében. És vállalkozókhoz mentem. Voltam. Egynél különösen óriási sikerem volt, idézőjelbe téve ezt a szót azért. Aki milliómos ember, gazdag, üzlete van. Kötöttem vele egy életbiztosítást, és beszélgettünk, ilyen felszínes haverság, barátság kezdett. Vagy 2-3-szor jártam nála. Nem gondoltam, én abszolút nem ismertem, hogy én kölcsön tudok tőle kérni. Kérdezgetett, hogy én mit csinálok, milyen üzlet ez, és akkor kezdett valahogy derengeni, hogy nekem itt valamit lehetne talán, valamit lehetne tenni. Említettem neki, hogy van nekem, tagja vagyok én egy romániai KFT-nek, már elővettem a régi sztorit. Hát ő neki van pénze, ő nagyon szívesen beszállna, és 650 ezer forintot adott nekem összesen. Kölcsönkértem még
három vagy négy helyről, nem tudom pontosan, de összejött ez a pénz. Átadtam neki decemberben. Már hogy az orosz ismerősének? Az orosz ismerősömnek. Igen. Ő azt mondta, hogy jönni fog, és januárra, februárra minden nyílbe leszütve. Valóban jött is. Én egyre vártam, én nyugodt voltam. Tényleg meggyőzően mondott mindent. Nem gondoltam rá, hogy a saját fegyverem, a saját módszerem áldozata leszek itt a végén. Az az, hogy elvitte a pénzt, az 1 millió forintot, és azt ígérte, hogy pár hónap múlva hozza a 4-4 és felet, ugye? Pontosan erről van szó. És? Jött, szerződéseket mutatott. Fegyverekről. Szerbül volt írva. Valamit értek azért, de nem tudtam elolvasni rendesen. Most viszi, elnézést kért, várjak még, legyek türelemmel egy hónapot. Most jut a világossá vált az ön számára, hogy itt a pénz ilyen nagy haszonnal csak úgy térülhet meg, ha ilyen fegyverkereskedelembe forgatják, hogy már ugye maga a pénz. Hogy ez pontosan az-e, én nem is akartam erről tudni. Március elején, február végén valóban jött egy ember, számomra abszolút ismeretlen. Ő volt a... Azt mondta, hogy az Oleg nevében jött, és nem tud most jönni, de szüksége lenne még 500 000 forintra, ahhoz, hogy... És akkor március végére teljes mértékben a dolog nyílbe lesz ütve, és hozzák mind a kettőt. Hozzák jönnek majd, hozzák a pénzt. Nem lehetett ennyire hiszékeny. Ezért nem tudom, hiszékenysége, ez több annál. Én finoman fogalmaztam. Ez őrültség persze. Mennyit adott még át? Összesen 1 600 000 forint van náluk. Na, ekkora viszont már, mivel rövid határidőkre kértem én ezeket a kölcsönöket, hitelezőim szorongatni kezdtek. Egyre nehezebb volt az anyósomék erdélyi helyzete is. De hát csak jöttek ezek az orosz barátok. Soha többé nem láttam azóta őket. Eltűntek a több mint másfél millióval? Ezóta nem láttam őket, igen. Nézd, most jelentkeztek? Most augusztus lesz rögtön. Nem tudom, mi van. Se egy cím, se egy papír, bár hát... A régi cím megvan. Mit érne vele? Moszkvában. Tudom, hogy hol lakik. Uh-huh. De valószínűleg ezzel én most nem megyek semmire. Csak sejtéseim vannak a butaságomról, de ezzel föltettem a koronát az összes tevékenységemre, az biztos. Azt egyáltalán meg tudja mondani, hogy ma összesen mennyi pénzzel tartozik? Ma összesen tartozom kamatokkal együtt itt Magyarországon 6 millió forinttal, plusz az Erdélybe a szülőknek. Hát akkor az van 7,5 is. Van, igen, inkább 8. És a szám szerint mondjuk tudja, hogy hány embernek az adós? Igen, mert körülbelül 20-nak, azt hiszem, vagy 20 ember érintett benne, most ugye ez házas pár-e, vagy mint különálló hitele, de körülbelül 20 ember érintett ebben a ügyben, azt hiszem én. És reálisan azt el lehet képzelni, hogy ezt a 7,5 millió forintot valamikor is meg tudja adni? Reálisan? Reálisan nézve nem. Most úgy nézem. Jelen pillanatban nincs kézzelfogható lehetőségem. De viszont nagyon sok töprengés után oda jutottam, hogy a számba vehető lehetőségeim közül fölvállalom talán fölvállalom a legnehezebbnek tűnőt. Én ezt megpróbálom visszaadni, ezt a pénzt, és megpróbálom jóvá tenni minden hibát. Tehát nagyon komolyan megfordult, hogy valóban öngyilkosság az egyik menekülési forma, de ez megint menekülés lett volna. A másik, hogy szó szerint elmenekülök, elmegyek valahová. Külföldre, messzire. Akárhová, igen. Volt még egy, hogy hagyom magam abszolút tovább sodorni az eseményekkel. Tehát leülök és megvárom, hogy mi lesz. Börtönbe kerülök, akármi, megölnek. Szóval, ami ilyenkor történni szokott. És a negyedik volt ez, amit elkezdtem, hogy
hogy én ezeket a problémákat most fölvállalom. És életemben egyszer megpróbálom tudatosan formálni majd a sorsomat, és kezembe veszem a dolgok irányítását. Tisztelt nyomozó úr, saját ostobaságomból, de mégsem nagyra vágyásból kerültem ebbe a helyzetbe. Kergettem egy déli bábot, csak boldog akartam lenni, és ez most már belátom, nem ment. De bizony jócskán megbűnhődtem ezért. Manapság egy menhelyen élek elképzelhetetlen körülmények között. Csak kenyeret eszem, vizet iszom, néha kevés tejet, így havi kiadásaim 6000 forint alatt maradnak. Persze addig nem nyugszom, míg ki nem elégítem hitelezőimet. Napközben egy héten, 5-6 napon át járok dolgozni, buszt vezetek, a szűkre szabott napi betevőm miatt orvosi ellenőrzés mellett, és szabadidőmben koldulok. Igen, koldulok a Blaha Lujza téren. Ahogy számoltam, 6-7 évet kell így lehúznom, és akkor talán minden hitelezőmnek visszaadom az összesen közel 6 millió forintot. Valószínűleg cipőtalpat kell majd csináltatnom arcom helyére, hisz az emberek elképzelni sem tudják, mekkora szégyen így élni. És közben ki tudja, mi lesz a szerelmemmel, hiszen Katim időközben a történtek miatt elhagyott. Ennél nagyobb veszteség nem érhetett volna. De ha látja bűnbánatomat, és hogy mindent jóvá akarok tenni, egyszer talán majd megbocsát. Tisztelt nyomozó úr! Egy szörnyű bűncselekmény sorozat igaz történetét írtam le önnek. Tisztában vagyok vele, hogy az itt leírtak minden sora felhasználható ellenem, de ez most már nem számít. A magunk szabta sorsot vállalni kell, és én ettől kezdve vállalom. Budapest, 1994. október 17. Tisztelettel, Kis Mihály. Ez szokatlan nagyon, ez nagyon szokatlan. Lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nem tudom. Ha valaki megcsinálta a saját hülyeségét, és ezt ki akarja javítani, az már rendes. Nem hiszed neked biztos. Nem is úgy néz ki egyáltalán. Talpék becsületes, ha ezt meri vállalni itt népek előtt. Én sajnálom, egyszerűen sajnálom őt, a családját, és éppen ezért tettem neki.